idő és hatékonyság témában az is elmondható, hogy amennyiben bele vagyunk ragadva bizonyos elvekbe, bizonyos mondatokba, bizonyos gondolatokba, úgy ezek meg is határoznak minket, tehát kevésbé vagyunk hatékonyak. Tehát amennyiben teljesen egyetértünk olyan mondatokkal, mint hogy egyszerre két dolgot nem lehet csinálni, vagy ennek meg kell adni a módját, időt kell hagyni rá, vagy ezt hétvégén nem lehet csinálni, vagy ehhez évek kellenek, tehát csomó olyan gondolat, ami abban hátráltat minket, hogy időben hatékonyan elvégezzünk dolgokat, és időben készen legyünk vele, megfelelő időben készen legyünk bele, megfelelő minőségben, akkor ezek bizony a hatékonyságunk rovására vannak. Tehát nézzük meg, hogy mik azok a beragadt gondolatok, amik talán valószínűleg a szüleinktől vannak, vagy egyéb helyről, de minden esetre túlzottan nagy jelentőséget teszünk rá, és túlzottan ezek határoznak meg minket. Tehát próbáljunk meg rugalmasak lenni, lendületesek lenni, és írjuk felül a korábbi programjainkat, és legyünk hatékonyak.